Köszöntöm a Mozaik nézőit! A mai naptól kezdetét veszi és egészen vasárnapig tart a 11. kolozsvári ünnepi könyvhét. Az iskola alapítvány, az RMDS, az Erdélyi Magyar Írók Ligája és a Romániai Magyar Könyves Cég közös szervezésében. A rendezvény fő célkitűzése alkalmat nyújtani a kolozsvári közönség számára, hogy a Kárpát-medencei irodalom meghatározó alakjaival találkozhasson. A programokról és az eseményről bővebben az RMDS kultúráért felelős ügyvezető alelnökét, Hegedűs Csillát kérdezem, aki velünk van a vonalban. Szia Csilla, szeretettel köszöntelek! Szia, szeretettel üdvözlöm a nézőket! Nem csak a kolozsvári közönség számára, hanem szinte egész Erdély számára az egyik legvártabb esemény a kolozsvári ünnepi könyvhét, az irodalom és a kultúra iránt érdeklődő emberek számára főként. Mit jelent valójában a város számára? Főként így, hogy ugye eltelt egy olyan 2 év, ahol nem igazán tudtuk akadálymentesen megszervezni az eseményeket. Mit jelent ez az esemény? Ez egy csodálatos dolog. Tehát az, hogy a Kárpát-medencei magyar irodalom színejava, a szerzők színejava ott van Kolozsváron, a Bánfi palotában, ahol a helye van, ez egy csodálatos dolog. Az, hogy olyan emberekkel tudunk beszélgetni, mint Ottlik Géza, vagy ugye a női sorsokról, a női szerzőkről, vagy Bodor Ádámmal, vagy pedig Szentesi Évával, vagy Tumpa Andreával találkozhatunk. Ez mind-mind olyan dolog, ami tulajdonképpen egy álom, egy vágy volt mostanáig, és olyan, annyira bekerült ezáltal Kolozsvár a kortárs magyar irodalmi körforgásba, amire tulajdonképpen senki nem számított. Tehát sikerült a szervezőknek azt elérniük, hogy a kolozsvári ünnepi könyvhét az egy fontos momentuma a könyvek bemutatásának, egy fontos momentuma a szerzők jelentkezésének, és sikerült mindezt olyan interaktív, olyan vagány módon, használhatom ezt a szót, megszervezni, hogy egyszerűen a tavaly is, amikor oké, nagyon sok korlátozással, nagyon sok problémával, de mégiscsak sikerült megszervezni a 10. kolozsvári ünnepi könyvhetet. Egyszerűen az volt az érzésed, hogy ott egy külön kis világ van, ahol gyerektől idősig mindenki jól érzi magát, és én magam is, és tudom, hogy nagyon-nagyon sokan nagyon sok könyvet vásároltunk. Ez a másik dolog. Nagyon ritkán vesszük rá magunkat arra, hogy elmenjünk a könyvesboltba. Itt viszont minden ott van. Minden ott van, amiről akarsz olvasni. Milyen újdonságokra számíthat esetleg idén, aki oda látogat? Kényszerültetek esetleg helyszínt változtatni, vagy akár más újdonságokra is értem itt ez alatt? Hát azon túl, hogy ott van ugye, hogy mondtuk, a Kárpát-medencei magyar termés színejava, ugye mondtam már Ottlik Gézát, Ottlik Géza kiállítást, vagy a Tamási Áron helyszínek bejárását, ez nagyon-nagyon fontos. Emellett ugye lesz a női sorsok, női szerzőkről kerekasztal beszélgetés, de találkozni fognak Bodor Ádámmal, Orvos Tóth Noémivel, Zoltán Gáborral, Szentesi Évával. És ugye a mi saját szerzőink is bemutatkoznak, mert akkor is, hogyha Bartis Attila egy jó ideje már, hogy nem igazán él Erdélyben, Király Lászlóval találkozhatnak, és a Tumpa Andrea Haza nevű kötete, az egy nagyon-nagyon érdekes kérdés boncolgat, ugye az elvándorolt, de mégis mit jelent neked a haza című jelenetet, ez egy nagyon-nagyon érdekes könyv, én nekem ott van az éli szekrényemen, és bele-bele olvasok, és nyilván lesz Zágoni Balázs, aki a Szamosparti Hollywoodról fog beszélni, és ugye lesz a nagy rock könyve, az idei nagy rock könyve Erdélynek Zilahi Csabától, ami egy knockout koncerttel párosul, mert nem lehet egy ilyen könyvet bemutatni egy igazi koncert nélkül. És ugye lesz a Jó ét puszi, ami Laszki Jánosnak és Vecsei Miklósnak a duettje lesz. És ezen belül az Erdély Magyar Kortárs Kultúráért díjakat is átadjuk, hiszen január 22-én a Magyar Kultúra napja nem tudtuk átadni, és hát ez mindig egy kiemelkedő esemény számunkra, az RMDS számára, és az idén is 3 olyan díjazottunk van, aki úgy letette a garast az asztalra, aki segít nekünk abban, hogy
érezzük, hogy Erdély továbbra is egy élő, alkotó térség, az erdélyi magyar közösség, és hogy egyszerűen büszkék legyünk ezekre az emberekre. Ugye Balázs Imre József az irodalom kategóriában, Kató Emőkét díjazzuk a színművészet kategóriában, és Jánosi Andreát, a grafikust díjazzuk a képzőművészet kategóriában, és ezután is lesz egy koncert, ez ugye péntek este, holnap este lesz, ahol Tasi Nóra és az Azara fognak fellépni. Tehát egy hihetetlenül interaktív dolog ez, ahol mindenki megtalálja maga számára a meséskönyvtől kezdve, meséskönyv bemutatóktól kezdve, a kiállításokkal végezve, szerzőkkel való beszélgetéssel végezve a maga kedvencét, könyveket tud vásárolni. És nagyon fontos, hogy a Kolozsvári Magyar Napok mellett ez az a rendezvény, ahol a kolozsvári magyar emberek összegyűlnek, ahol egyszerűen jó lenni, ahol jó kolozsvári magyarnak lenni. Valóban tényleg nagyon eseménydús lesz ez a pár nap, és minden korosztály megtalálhatja itt, aki bulit szeretne, buliba végre kikapcsolódni, az is megtalálja az érdeklődésének megfelelő helyszínt, és nem mellesleg ugye bármilyen alkalomra lehet majd könyvet vásárolni, és az előbb már említetted is, de azért kíváncsi lennék, hogy melyik a te személyes, legfrissebb olvasmányod, mondjuk a személyes kedvenced, amit ajánlanál a nézőknek most, hogy megvásároljanak a könyvvásáron. Már beszéltem Tompa Andreának a könyvéről. Számomra az egy nagyon-nagyon érdekes időutazás, nem csak azért, mert ugye mi együtt nőttünk fel, egy iskolába jártunk, tehát ezért mindenkit ismerek abból a társaságból, akit bemutat, így vagyok elég sok könyvével. Viszont egy olyan kérdés boncolgat, hogy azok, akik elmentek, akár csak egy időre, és mit jelent számukra a szülőföld, mit jelent az itthon maradottaknak a szülőföld, hogy nem tudnak ezek a szálak elszakadni, hogy érzi magát még mindig itthon, miközben egy egészen más fajta élete van. És ez számunkra, erdélyi magyarok számára is érdekes, hogy mit éreznek azok, akik elmennek, mennyire részei mi a mi közösségünknek, mennyire ezer szállal kapcsolódnak hozzá, mennyire nem tudnak alapvetően soha elmenni. És ez végül is egy igazolása annak, hogy mi, akik itthon maradtunk, jól tettük, hogy itthon maradtunk. Úgyhogy nagyon-nagyon sok szempontból lehet ezt nézni. Nyilván, akit még nagyon-nagyon szeretek, az Király László, ugye neki a Kék Farkasok című könyvét fogják bemutatni. És amire nagyon kíváncsi vagyok, az Ilahi Csaba könyve, hiszen én magam ugye a rockzenén nőttem fel, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra a megközelítésre, arra a megvilágításra, amit ő fog ebbe behozni. De azt kell mondanom, hogy ha az ember egyszerűen csak bemegy a Bánfi Palota udvarára, és becsöppen egy ilyen író-olvasó találkozóra, mindenik hihetetlenül érdekes. Tehát most nem akarok igazságtalan lenni, és azt mondom, hogy Bart is nem lesz hihetetlenül érdekes, hiszen Bart is mindig az. Ő egy csoda. Tehát ha Bart is könyvek közül kellene válogatnom, akkor nagy bajban lennék, hogy most ezt vagy azt vagy azt emeljem ki. De mindazok, akiket meghívtak, mindaz a használhatom ezt a szót, hogy primőr, igaz? Ami Erdélybe érkezik. Én alapvetően ezért vagyok nagyon-nagyon hálás a Kolozsvári Ünnepi Könyvhét szervezőinek, hogy visszahozták Kolozsvárt arra a térképre, ahol illik bemutatni a legkisebb termést. Tényleg sok izgalmas személyiséggel, íróval, költővel és sok izgalmas könyvvel lehet majd itt találkozni. Én remélem, hogy minél több könyv landul a kosarakban, és mindenki jól érzi majd magát, aki oda látogat. Köszönjük szépen, hogy bejelentkeztél és beszámoltál így a programpontokról. Én köszönöm szépen a lehetőséget.